Üdvözlöm Önöket! Ismétem látható, most is éppenséggel sétálok, és közben elgondolkozok azon, hogy mit is kell tenni a nagyobb agykapacitás működése érdekében, nagyobb szókincsek való fejlesztésében. Legyesegessének könyvet kellene olvasni, nem pedig tévét nézni, egy más multimédiás eszközöket, beleértve androidos telefonokat, iPhone-okat, laptopokat, mind-mind, de nem, amin lehet nézni filmeket, sorozatokat. És akkor itt van meg egy más minden. És önnek hinnie kell abban, hogy az agy kapacitása nőhet. Megnőhet a logikája. De attól, hogy más figyel, más valakit utánozik, attól nem lesz okosabb. Csak butább lesz. Mert mindenkinek megvan az egyéni joga, a fejlődésre nézve. Nem pedig nem a tévéből való celeb világ. Észtem, véletlenül felcsartom a tévét, ilyen keresztrejtvény. Magyar költő volt benne, megfejtésnek. P betűvel kezdődik, és erre végződik. Erre rengeteg ilyen gondoltak, R betűre, érti? Erre. Nem akárki más lehet, a magyar irodalmi művész neve, mint Paul Walker. Mert P-vel kezdődik a neve, vezeték neve, keresztneve, és erre végződik. Rengeteg más színész jött be, önoktafonáltak, tárcsáztak, rengeteg angol színész volt. És egyszerűen nem tudták megfejteni azt, hogy ki lehet az a híres magyar kultúrát költő, akinek P erre végződik. A betűk. Nagyon nehéz. Annyira le van építve a lakosságnak az agyszintje, annyira manipuláltattak, míg ezt sem tudta megmondani. Mint Petőfi Sándor. Hát, nagyon sok minden kiderül ez. A mai szinten hol is vannak. Ez még alapkultúra. Petőfi Sándor se nem volt nagy valami. De hogyha ma égis csak valamennyire lehet tudni, hogyha magyar irodalmáról van szó, hogy nem lehet angol származású, fenne Paul Walker neve. Egy Sylvester Stallone. Így csesztetni a műsort, és ezt évezték, hogy közben meg jó sok pénzt azért levontan 1000 forintos számlát azért csinált. Nekük de élvezték ezt azt a sok hülyességet, de bírták mondani a tévében. Komoly gondjai lehetnek azoknak a személyeknek, akik ezt élvezhették. Rengeteg minden közben játszódhatott. És hogyha ezt a szintet valaki tovább tudná lépni, tovább lehet lépni. Nem pedig azzal, hogy nem csinál semmit sem. Kényelmeskedik. Elkényelmesíti magát. És mit tehet? Mint maga az egyén. Ez egy fertőző károsodás. Nem csak a maga ilyen online filmek, maga ilyen jó hangzós nevek. Például GeForce. Mint a például a Windows 10. Mind-mind egyéb más befolyásolás. Ráerőszakoltatás. Mindenkire ráerőszakoltassák. Ilyen Windows-szal, meg a GeForce-szal.
mindig jobban hangzik, annál jobban terjed, ilyen az Intel, AMD, minden nyavaja. Mit beszélnek napi szinten. Eddig akárhova jártam, jel van minél nagyobb az oktatási intézménynek a mindig fölfelé minden elhangzott a GeForce, meg a Microsoft-os termékek. Az AMD, meg az Intel, az iPhone, meg a Samsung. Mindenhol. Hiába volt ugyanaz kb. 20 éve ezelőtt, 18 éve ezelőtt is elhangzott már Microsoft. 20 éve ezelőtt is. Ugyanez volt. Főleg ilyen oktatás intézményekben. Intel, AMD, iPhone, akkor nem volt iPhone, akkor más telefonok voltak, akkor Nokia volt, Nokia, Ericsson volt akkor meg. Hát, mind-mind ez egy bűnös forma. Ezzel nem úgy lehet tenni, ha nem követik. De ha nem követik, akkor önnek mire fog majd beszélgetni? Mit fog tenni? Egyszerűen üressé fog válni teljes mértékben. Van ilyen több felfedezés volt mi régebben, hogy akik nem néznek tévét, egyszerűen nem tudnak másról beszélni, és arról tudnak, hogy milyen sorozatokat, filmeket, egyéb más mindent néztél. Meg. Ezzel nem úgy lehet tenni. Megfogja és elgondolkozni. Mi is a fontosabb? Sok-sok márka. Vagy más valami, mint a fejlődés. De hova vezetik a fejlődés? Na, ez más videónak lesz a témája. Köszönöm a figyelmeteket, ismétlen szavaztok!